Szinte hihetetlen számomra, hogy mennyire szeretitek a gyümölcskóstolós videókat, ezért nem is lesz vége soha. Legalábbis addig nem, amíg találunk újabb és újabb finomságokat itt Balin. Ma 4 gyümölcsöt fogunk megkóstolni. Legyen az első a csillaggyümölcs, de hogy mitől csillag a csillaggyümölcs, már mutatom is. Már az első szelet, csillag alakú. Elég lédús, zamatos. Nagyon-nagyon jó, tele van egyébként C-vitaminnal, és kiváló másnaposságra. Koktélokat szoktak belőle készíteni, és A-vitamin, B-vitamin, van benne foszfor, vas, szóval abszolút egy vitaminokban gazdag gyümölcs. Vigyázni kell vele, mivel tele van vassal, ezért ugye hát szorulásnak az. De mivel a héját nem vettük le, az meg megfosan. Így a kettő együtt teljesen jó. Egész ízletes. Nem rossz, nem rossz. A következő gyümölcs a passion fruit vagy marakuja. Talán emlékeztek az első gyümölcskóstolós videóban, már volt róla szó. Ez egy másik típusa, de ezt is úgy kell enni, mint a osztrigát, kiszürcsölni belőle. Annyi a különbség, hogy ennek a magjai feketék. Na de vágjuk is meg. Ilyen belülről. Tehát ahogy azt már tanultátok tőlem, mint az osztrigát, kicsit megnyessük a bicskával, alávágunk. Ez valami isteni. Ez is egyébként vitaminokban nagyon gazdag. És akkor nézzük, hogy milyen a papaja belülről, illetve milyen íze van. Így néz ki, leginkább nekem egy kisebb fajta sütőtökhöz hasonlít. Gyönyörű szép narancssárga belülről. Nekem egy picit a sárga dinnyére hasonlít az állaga. Tudjátok, mit szoktam mondani, a héját ne egyétek meg, mert az megteker. Egyébként ezt tudni kell, közben elmondom, hogy itt bármilyen gyümölcsöt veszünk a zöldségesnél, mindig elmondják, hogy nagyon-nagyon jó a gyomorra. Az, hogy milyen szempontból jó, azt persze nem tudjuk, hogy ha szorulásunk van, akkor beindít, vagy ha hasmenésünk van, akkor megfogja, de minden gyümölcsnél elmondják, hogy nagyon-nagyon jó a gyomrunknak. Nem lesz a kedvencem, nem lesz a kedvencem. Érdekes íze van, de azt nem értem, hogy Kolumbusz Kristóf miért nevezte az angyal gyümölcsének. És akkor jöjjön az a gyümölcs, amit már ugyan kóstoltam, és elmondtam, hogy borzalmas íze van, viszont hibáztam, ezt most így be kell nektek valljam, mert hogy életlenül kóstoltam meg, ezért volt annyira szar, de most ez elvileg meg van érve, érett állapotban is egyébként ilyen zöld, és állítólag ez csak itt Balin terem, ez a fajtája a mangónak, a fehér mangó. Picit még kemény, de már valószínűleg érettebb, mint múltkor, meg ez nem fehér. Úgy tűnik átvertek minket. Nagyon különleges íze van. Teljesen más, mint a sima mangó, és egészen más, mint a fehér mangó. A mangónak az egyetlen hátránya, borzasztó nehéz megfosztani a magjától. Így azt gondolhatná az ember, aki megveszi, hogy rengeteget pocsékol, mert hogy nagyon sok marad a magján. De hogyha végzett a gyümölcshússal, akkor utána megszopogathatja a magot. Lesz még gyümölcskóstoló, addig viszont várom kommentekben, hogy miről szeretnétek videót látni.